Hát mi is veszekszünk. Hát mi is, nekünk is vannak ilyen napokig nem szólunk egymáshoz. De mint tudtak összeveszni? Hát figyelj, én például bármin, de... De angolul szoktatok? Angolul kommunikáltok? Angolul, de az félelmetes, amikor ő hindiül elkezd káromkodni. Na, az nagyon durva. Hála Istennek nem értek egy szót, csak feltételezem, hogy káromkodik. Tehát, hogy van ilyen, nagyon hevesen történnek a dolgok. Abszolút. De mivel lehetett kihozni a sodrából? A kérdésekkel. Én meg állandóan kérdezek. És nem bírja? Nem. Hát ő nem érti. Nem, azt mondja, hogy mert nem, az a baja, hogy azt hiszi, hogy én mindig csak másnak hiszek, és neki nem. Tehát, hogyha ő mondja nekem ugyanazt, mint amit más mond, akkor mástól elfogadom, tőle meg nem. Na, ezek a mi nagy kifakadásaink. És én meg addig kérdezem, meg én ott helyben meg akarom oldani, ő meg el akar menni, és akkor ott fel akarja magában dolgozni, azt én nem hagyom, na és hát akkor ebből van a tört. De akkor mit csinál, kiteríti a szőnyeget, és leül meditálni, hogy megnyugodjon? Nem. Szőnyeged. Ja, hát jóga szőnyeged. A jógások nem szőnyege, jógáznak. Valahogy. Egyébként tudod, hogy mit csinál? Ami a legdühítőbb, csendben van. Van ilyen csendterápia? Én nem tudom, tehát hogy szerintem az egy ilyen kínzó eszköz, az rosszabb. De napokig? Kínzó. Tudna, ha nem mennék addig, amíg meg nem szólal.